Károly Márta dél előtt néhány perccel érkezett a Tamás Áron gimnáziumhoz, ahol Bunta Levente polgármester és az amerikai NBC TV társaság stábja várta a világhírű tornaedzőt. A tanintézmény igazgatóját, Lackor Györgyöt egy Rio feliratú baseball sapkával, valamint egy Károlyi feliratú pólóval ajándékozta meg. A jelképes tárgyak üzenete az idei Rióban megszervezett olimpia. Károlyi Márta készíti fel az olimpiára az amerikai női tornász csapatot. A vendéget a gimnázium torna termébe kísérték, közben Márta néni elmesélte, a 60-as években végezte ebben az iskolában tanulmányait. A folyosón végighaladva emlékek ébredtek benne, közben azt mondta, mindig jól esik hazalátogatni. A tornateremben az Emő Zumba tanítványainak előadása fogadta az edzőt, aki látva a sok tehetséget azt üzente neki, kitartó munkával jó eredményeket lehet elérni. Nagy szeretettel tértem vissza az iskolához, ahol a torna pályafutásomat elkezdtem, és örvendek, hogy látom, hogy továbbra is a sporthagyomány ebben a városban megy, és nagyon nagy szeretettel néztem a kis gyerekeket, akik nekünk ezt a bemutatót készítették. A rövid iskola látogatást követően Bunta Levente polgármester azt mondta stábunknak, büszkék vagyunk Károlyékra, példájuk követendő. Egy olyan tevékenységet folytatott az éveken keresztül, ami azt jelentette, hogy romániai tornász csapatát is, és az Egyesült Tornász csapatát is férjével együtt csúcsra járatták. Büszkék vagyunk rá, ilyen emberekre van szükségünk és a példájukra. Most jelenleg itt van a városban az NBC, az egyik legnagyobb amerikai televíziónak is a stábja. A mostani felvételeket, ezeket majd be fogják forgatni az olimpia alkalmával, több millió ember fogja nézni Udvarhelyről ezeket a képeket. Károlyi Márta és férje Károlyi Béla rengeteg sikert ért el edzői pályafutása során, kezeik közül 9 olimpiai bajnok, 16 világbajnok, 16 Európa bajnok és számtalan országos bajnok került ki. A család jelenleg az amerikai Houstontól 100 kilométerre él, ahol tornász felkészítő központot hoztak létre, több száz hektáros területen 3 nagy és modern tornatermet működtetnek. Ez az Egyesült Államokban az egyetlen hivatalosan elismert a női tornászok felkészítését szolgáló magán olimpiai központ.